Hitler Márkkal alig pár éve még a háborús övezet közepén tudtunk volna csak interjúzni. Aztán a harcok közben egyszer csak úgy döntött, hogy ezt erre cseréli. Ez itt a Fejér megyei lovas berény szőlőhegye. Márk a sivatagból online vásárolt itt telket, hogy egyik pillanatról a másikra új életet kezdjen a természetben. A szőlőhegy hangulatos kis utcáin kanyarokban megérkeztünk ide már birtokához, és most becsöngetünk, vagy nem tudom, mit csinálunk. Ó, vigyázz a kutya, huncut és harap is. Ez mondjuk mindig biztató egy vendégre nézve, de már van is fogadóbizottság. Sziasztok! Nyitva van? Sziasztok! Szia, Kata! Szia, Márk! Szia! Hát és kik ők? Kik ők? Ádám és Éva. Ádám és Éva. Igen. Akkor ez itt a paradicsom? Igen, hát reménykedünk benne, hogy egyszer az lesz. Jól hangzik. Dolgozunk rajta. Induljuk meg, és szeretnénk titeket megkínálni egy saját levendulatával, hogyha ez belefér. Ó, itt termet a levendula. Igen, igen, saját készítésű. Ahogy beléptünk, rögtön feltűnt a falon lévő légiós díszegyenruha, és felmerült bennem a kérdés, hogy adott egy fiatal, pörgős, bulizós, 18 éves székesfehérvári fiú, miért dönt úgy, hogy a világ egyik legveszélyesebb munkáját választja, és bevonul az idegen légióba? Tehát halmoztam az élvezeteket, habzsoltam, bulizás, igen, sajózás, mint minden fiatal, talán még ezt húzásba is vittem, és szerettem volna valami értékeket keresni az életemnek. A katonaság az mindig is érdekelt, és akkor Marseille-be leszálltam a buszról, jelentkeztem Franciaországba, Marseille-től nem messze a légióba. És hány évig voltál légiós katona? Összesen hivatalosan 9 évig voltam. Amire igazán büszke vagyok, az a búvár csapat volt, ahol dolgozhattam. A tűzszerész búvár, illetve felderítő búváronként eltűnősök is voltunk egyben. Nagyon örültem, hogy ennek a csapatnak a részese lettem Provence-ba, ami egy gyönyörű hely. Azért egy nagyon szép karrierút állt előtted ebben a szakmában, aztán mégis egyik napra a másikra úgy döntöttél, hogy veszel egy telket itt Magyarországon. Miért? Hol voltál abban a pillanatban, amikor így döntöttél? Afrikában voltam, Maliban bevetésen a csapatommal, ott voltunk szolgálatban. A Szaharában mentünk ki konvojokba, akkor változott meg bennem, hogy talán ez nem az, amit igazán keresek, és másfelé szeretnék tovább haladni az életben. Te a harcok kellős közepén voltál. Voltak, igen. Mivel a kommandóban voltunk, egy ilyen gyorsreagálású csapatban, összekötve a helikopterekkel, bombázókkal, illetve vadászrepülőgépekkel, volt alkalmunk az akcióban. És hogy jön az, hogy hát akkor veszek lovasberénybe egy telket? Lovasberény miatt is. Szerettem volna itthon, vagyis hát közel maradni Fehérvárhoz, a gyökerekhez. Nagyon kedves tulajok adták ezt el. Ott vagyok Afrikában, a sivatagban, így felhívom őket, hogy hát láttam ezt az életést. Egy-két kép volt kint itt a házról, vagy meg a telekről. Nem is igazán lehetett látni, hogy ez hol is van pontosan. Érez az ember az élete során ilyen meghatározó válaszutakat, ahol döntenie kell. És akkor úgy éreztem, hogy ez az a döntés, amit most meg kell hoznom, és ez egy jel, ez az én otthonom. Igen, megvettem onnan kintről, teljesen láthatatlanban, és alig vártam, hogy hazajöjjek, és szabad ember legyek végre. Szóval ott az a levendula. Egyébként annak a helyén aludtam, tehát jó volt, hogy itt volt a... szabad ég alatt? Persze, hát a dzsungelben voltam 2 évet, és azért nem mondanám azt, hogy olyan magas igényű vagyok ilyen téren, sőt, igényeltem azt, hogy a természetben legyek. A kutya volt a párna, a csillagos ég rögtön ugye teljes panorámában, itt fenn a dombtetőn, a tábortűz mellett, és ha meg kellett fürdeni, akkor bográcsba egy kis meleg víz, gyorsan lefürdeni, és én ott éltem az életemet, és imádtam azt a szabadságot. Nagy meglepetés érte Márkot, amikor barátja édesapja, Sanyi bácsi meglepte őt egy kis faház megépítésével. Azt mondta, megkönnyezte a látványt, ugyanis ez a mindössze egy ágyat tartalmazó kinti zuhanyzós házacska volt az első saját otthona. Hatan laktak már itt összesen, én voltam az első, további katonatársaim voltak itt a seregből, akiknek eléggé bejött a hely, és végül is szomszédaim lettek itt átelemben. Szerintem te nem veszed észre, de hogy létrehoztál egy rehabilitációs központot, nem? Ahol a természettel gyógyítod a katonákat. Hát szerintem ez maga a természetben meg van írva, szóval ezt csak észre kell venni. Egyfajta menedék lenne ez, hogy példát mutasson másoknak, és jót tegyünk ebbe a világba. Szóval
mindenkit várunk ide sok szeretettel. Lehet jönni a faházba. Lehet jönni a faházba. És jönnek is a katonatársak, ki a Bahamákról, ki egyenesen a dzsungelből. Nem kétség, a helynek varázsa van, mivel ketten közülük már le is telepedtek itt. Márk barátnőjével Katával most azon dolgozik, hogy a közeljövőben szálláshely formájában mindenkinek átadhassák ezt az életérzést, így gombamód teremnek az épületek a telken. Elképesztő ez a ház, ahol most vagyunk, ezt a két kezeddel te építetted? Nem mondanám, hogy az én saját két kezemmel csak én, de sok munkát fektettem bele. Nagyon sok kedves barát segített, ácsok, kömüvesek, gyerekkori barátok. Mi ezt közösen építettük. Mai napig is épül, mint látható, még nincs kész. Éppen most a burkolást kezdtem el, illetve a sófal az nemrég fejeződött be. Ezek sótéglák, így egymásra. És ez a te ötleted volt? Hogy akkor... Ez az én ötletem volt. Az ilyen, hogy is mondjam, elrugaszkodott ötletek, ezek általában tőlem erednek. Ön elképesztő egyszerűséggel beszélsz a házépítésről. Szerinted megfelelő barátokkal az ember képes lenne arra, hogy a saját házát felépítse? Mert ez annyira ijesztő dolog. A megfelelő barátokkal? A abszolút, megfelelő. Itt az élő példa. Bármi megvalósítható. Csak akarni kell. Hogy is mondják, hogy az akaraterő az meghajlítja a jövőt. És hát itt is láttam a levendulákat két Igen. oldalt a ház előtt. Ez egy visszatérő motívum. Hogy jön a levendulák szeretete? Az ezredünk, ahol szolgáltunk, az provanszi levendula útvonal előtt volt helyileg. Igen, ott megszereti az ember a levendulát. Ha akarja, ha nem, szeretni fogja a levendulát. Ez a két levendula sor itt volt eleve. Amikor ide érkeztünk, a földmérővel így kijelölni a háznak a pontos helyét, örömmel láttam azt, hogy ahogy elhagyjuk a levendulát, a tövét, ez a két bokor, amit megy a ház mellett, pont befér a ház. Tehát, hogy ilyen sorszerű volt. És nem csak ez volt sorszerű, hanem az is, amikor az interjú közepén hirtelen kopogtattak az ajtón. Hoppá, jött valaki. Hoppá! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Hát ő a szerbe szomszédom Németországból. Freue mich hier, euch alle zu sehen. Schön ist es hier bei Ihnen. Wunderbar! Szerintem meghívna minket egy közösségre. Meine Herrschaften, Essen, Mangiare. Danke. Danke. Also, fertig! 40 évig volt főszakács a Bodeni-tónál, szóval finomat fogunk enni. Dankeschön! Ja, natürlich! Ennyit tudok németül sem. Akkor menjünk alatt, gyere! Gyere, tesó! Hátsó! Ja, der Chianti Wein! Terlin und Sally ein, drum schenk die Gläser ein, die Welt soll unser sein, beim goldenen Chianti-Wein. Ja, ja, ich stimme. Skendermagosok. Nem sokan, kutya az már megritkította őket. Onnan. Kettő. Megy. Ott kettő, de a másik az tele van. Most összeszedtük a tojásokat, de azért nyilván tudjuk, hogy ennél sokkal-sokkal több feladat van itt, ezen a hatalmas birtokon. Bár ennyi lenne. Gondolom. De szívesen csinálom az összes többit is. De hogy nagyon érdekes, hogy te visszamehettél volna a légiós munka után Székesfehérvárra is. Miért vidék mellett döntöttél? Szabadság után vágytam, és ezt egy városban nem igazán tudtam volna elképzelni, egy saját földdel, ahol építgethetek, szabadon mozoghatok, kutyákkal együtt, pipikkel. Szóval a vidék mellett döntöttem, és abszolút nem bántam meg. Biztos vannak olyan nézők, akik azt mondják, hogy jaj, de szép, és jaj, de idilli. Na, de miből lehet ezt így megvalósítani? Miből lehet megélni? Ugye sokszor ez a kérdés. Mellette nem csak itt dolgozok, hanem másoknak is dolgozok. Az építőiparban tevékenykedünk volt katonákkal, akik leszereltek, és az ott megszerzett tartalékot azt ide forgatom vissza, és szintén dolgozok a tartalékkal itthon. Így lehet lépésről lépésre, persze nem lehet mindent egyszerre, de el kell indulni. Fel lehet találni mindenkinek magát, ha akarja. Ez a kedvenc naplemente megfigyelőhelyem itt Berénybe. Itt az a jó, hogy közel is van a birtokhoz, ahol lakok. Egy perc séta.
Egy munka után azért leül az ember elmélkedni így a világról, hogy hogyan is tovább, meg a múltról egy picit elmélkedni. Meg tudom érteni, hogy miért ez a kedvenc naplemente néző helyed. És egyébként számodra mit jelent ez a hely? Így Lovasberény egyáltalán. Hát mondják a seregbe azt, hogy van előtte, közben, meg utána is életünk. Nekem ez az abszolút az otthonom az utána lévő életben. Itt érzem jól magam. És másoknak is azért szeretném megmutatni ezt a helyet. Hogy úgy ki tudjanak kapcsolódni, hogy békére lejjenek. Neked ezt jelenti a békét, ez a hely? Hát a békét a számomra itt lévő emberek, akiket útközben megszerettem, a családom. Közeletek végre édesanyámhoz is, itthon vagyok. Dolgozhatok, építhetek, alkothatok. Béke az, amikor boldogok vagyunk, és megtaláljuk a helyünket a világban. Visszamennél még valaha a légióba? Nem. Hálásan köszönöm, elég volt az időszak, amit ott szolgálhattam. Ideje tovább lépni. Meg is tetted. Most jó helyen vagy szerint. Igen. Jó helyen vagyunk itt Edemkével és Ivikével. Igen. Naplemente kísérő csapat, köszönjük!